December 12-től üres marad a várakozó a polgármesteri hivatalban, az okmányirodába érkezők ugyanis már a szemközti épületben várhatják ki a sorukat. A sorszámot adó gépet is ma helyezték át új helyére. Olyan irányú változások lesznek, hogy az okmányirodában kialakításra kerül egy olyan várakozó hely, hogy az ügyfelek bent az okmányirodában kulturált körülmények között tudják kivárni a sorukat a kihúzott sorszámukkal, tehát a holnapi naptól nem a hivatal főépületében lehet a sorszámot húzni, nem itt fog működni az ügyfélhívó rendszer. Ezeknek az átkötése van folyamatban, és ezt most már mind az okmányiroda épületében fogják tudni az ügyfelek megtenni. Mint ahogy köztudott, január 1-től az okmányirodák a járási hivatalok hatáskörébe kerülnek, és innentől kezdve valószínűleg más munkarendben, más irányítás alatt fogják ellátni a feladataikat. Mind a két fél számára, tehát a leendő járási hivatal és a polgármesteri hivatal számára is az volt egy célszerű, hogyha egymástól elkülönülnek ezek a feladatok, így sokkal jobban lehet a feladat ellátókat irányítani, az ügyfeleket kiszolgálni, és bízunk abban, hogy sikerül olyan kulturált körülményeket kialakítani, amiben nem érzik meg negatív módon az ügyfelek ezt a változást. A hivatalban és az okmányiroda bejáratánál is elhelyezték az értesítéseket, egyben tanácsot is adva az ügyintézőknek. Mivel a hivatal okmányirodájának épületébe kell bemenni, ott órákkal előtte nem fogják tudni kinyitni az ajtót és beengedni az ügyfeleket, tehát nincsen nagyon értelme egy órával, másfél órával azelőtt jönni, hogy nyitna az iroda. Elég egy negyed órával előtte jönni, hiszen az ügyfélhívó rendszeren ki tudják húzni a sorszámukat, és várakozni tudnak, amíg nem szólítja őket az ügyintéző. Az internetes ügyfélfogadást ez év végéig nem befolyásolják a változások, a főjegyző szerint azonban az utolsó héten tumultus várható. Hát én azt gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy zökkenőmentes legyen az átállás, és bízunk abban, hogy negatív módon nem fog ez befolyásolni egyetlen ügyfelet sem. Amire felhívom a figyelmet, hogy az évvégi zárások miatt két ünnep között az okmányirodánk nem fog üzemelni, és mivel tudomással bírunk arról, hogy a pomázi okmányiroda 17-től zárva tart, vélhetően az utolsó héten a szentendrei okmányiroda elég nagy terheltséggel fog működni, tehát vélhetően sorszámhúzásos lehetőségre ebben az időszakban kevéssé lesz mód. Kérjük, hogy akinek van módja, az időpontot foglaljon, vagy ha nem sürgős neki, akkor januárra halassza ezt az ügyintézést, amit most szeretett volna elintézni. A jelenlegi információk szerint az okmányiroda még 3/4 évet marad a belvárosban, utána ugyanott kap helyet, ahol a járási kormányhivatal is lesz, tehát a HEMO épületében.